mai napon azokra gondolunk, akik a szociális ellátás területén tevékenykednek, függetlenül attól, hogy éppen egy bentlakásos idős otthonba gondozóként, vagy egy hivatalban az apparátus oszlopos tagjaként esetleg egyházaknál vagy civil szervezeteknél tevékenykednek. És jó szívvel gondolunk azokra, akik a kutatásban, az oktatásban, a tudományos tevékenységben ezen a területen tevékenykednek. Annál is inkább, mert közel 20 éve november 12-e a szociális munka napja, és mára ez hál' Istennek a szakmában egy igazi ünnepé vált, hiszen ez az év az első, amikor munkaszüneti nap is a szociális ágazatban, november 12-e. Ma, amikor szerte az országban érzelmes lesz a szó, és szívhez szóló lesz az ünneplés, méltó elismerést kell azok számára továbbítanom és tolmácsolnom, akik időt, magánéletet, családot nem kímélnek. Akik ott vannak minden áldott nap, legyen szó arról, hogy éppen utcai szociális munkás és a hajléktalan ellátásban tevékenykedik. Vagy legyen szó egy falu és tanyagondnokról, aki hóban, sárban, napsütésben, viharban kimegy az idős emberekhez, a tanyavilágba, vagy éppen a falusi külterületre. Bevásárol nekik, gyógyszert vált, esetleg a gyereket viszi zeneiskolába a közeli városba. És meg kell emlékeznünk azokról a szociális ágazatban dolgozó, mint egy 93 ezer emberről, akik soha nincsenek reflektorfényben, akik az adminisztrációban dolgoznak, akik a hivatalokban tevékenykednek, akik nem találkoznak igazából az úgynevezett kliensekkel, de a munkájuk nélkül semmit se érne ez a tevékenység. Többször tettünk kísérletet mi ellenzéki képviselők arra nézvést az elmúlt 8 évben, hogy méltóképpen ismerjék el a munkájukat, hogy legyen tisztességes bérük, legyen tisztességes előmenetelük, legalább érjék el azt a javadalmazást, amit az egészségügyben dolgozók megkapnak, zárójelbe teszem, ők sem keresnek valami eszeveszetten sokat. A múlt évben a kormány azt hittük, hogy meghallja az ellenzéki képviselők szavát, és a következőket mondta, szeretném szó szerint fölolvasni, mert a következtetések is nagyon kemények lesznek. A szociális, gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatások területén jelenleg mintegy 93 ezeren dolgoznak. A kormány kiemelt célja, hogy erkölcsileg és anyagilag is támogassa az ágazatban dolgozókat. A munkatársak megbecsülésének legfontosabb eszköze a béremelés. 2018-ra az átlag bruttó kereset 60-62%-kal fog emelkedni az ágazatban a 2013-as évekhez képest. Akik ismernek, azok pontosan tudják, hogy én elég alapos ember vagyok, mindig mindennek utána járok, mindig mindent kiszámolok, és lásd csodát, a következő adatokat lehet megismerni a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A szociális ágazatban a bruttó átlagkereset 153.253 forint, igaz, hogy ők 2018-ra 233 ezer forintot ígértek. Tehát a 233 ezerrel szemben áll a 153.253 bruttó forint. Kérem szépen, ahogy említettem, én alapos ember vagyok, megnéztem azt is, hogy mekkora összegű a nettó értéke ennek a 153 ezer forintnak, kapaszkodjanak meg, 101.907 forint. Ez az az összeg, amiről beszélhetünk magyarul. Az egy évvel tett ezelőtti ígéretét a kormány nem tartotta be. Közelében sincs a megbecsülés annak a óhajtott vagy ígért összegnek, amelyről szó van. Ugyanakkor meg kell, hogy említsem. Ma tényleg az ünneplésé a lehetőség, és az ünnepé a szó. De holnap jönnek a szürke hétköznapok. Ezeknek az embereknek ezért a 101 ezer forintért is többek között ki kell menni az aluljárókba, ki kell menni a külterületi erdőkbe, és gondoskodni kell például a hajléktalanokról, ha már a kormány nem teszi. Ezeknek az embereknek ott kell lenni az idős otthonokba, sokszor 100-120 kg-os férfiakat kell forgatni, fürdetni, tisztába tenni. Ezeknek az embereknek ott kell állni a menzán, és mondjuk egy népkonyha kapcsán
élelemmel, táplálékkal ellátni azokat a rászorulókat, akiknek nincs annyi anyagi fedezetük sem, hogy a napi betevőt finanszírozni tudják. Éppen ebből adódóan az MSZP és én magam a szociális ágazatban tevékenykedő politikusként is a legnagyobb elismeréssel tudok szólni az ő munkájukról, és egyben fejet is hajtok emberi nagyságuk előtt. Köszönöm szépen, én ennyit kívántam elmondani, Komját Imre képviselő, illetve országos elnökségi tag, alelnök úr következik. Köszönöm. A magyar kormányban annyi a szociális érzékenység, mint Tiborcz lámpáiban a fényerő. Jól látszik ez abból is, hogy hogyan bánik azokkal a munkavállalókkal, akik ezt az országot szolgálják, akik ezt az országot működtetik, és a társadalom legelesettebb rétegeiért dolgoznak. Az egyik legnehezebb munka az, amikor elesett emberekkel, nehéz helyzetben lévő gyermekekkel, idős emberekkel kell dolgozni. A szociális szférában dolgozók ezt a munkát végzik, ezt a terhet viszik magukkal, hiszen munkájuk során, a munkájuk 90%-ában ezekkel a terhekkel, ezekkel a nehézségekkel szembesülnek. Ezért maximálisan megérdemelnek minden tiszteletet. A kormány részéről szavak és ígéretek szintjén már megvan a megbecsülés. De anyagiakban nincs megbecsülés. Hol van a 60%-os béremelés? Hol van az a 400 milliárd forint, amit ígértek, hogy segítik a szociális szférában dolgozók munkáját? Talán az is el lett tiborcolva, mint az EU-s pénzek? Talán azok is luxusórákká alakultak? Talán azok is átalakultak, mint a közpénz? Tegyük fel ezeket a kérdéseket, és mondjuk el azt, hogy ez így nem lehet tovább tűrni. Ez így nem mehet tovább. Meg kell becsülni azokat az embereket, akik abban segítenek, hogy a társadalom elesett rétegeit felemeljék. A Magyar Szocialista Párt, mint a legnagyobb Európa Párti Szövetség tagja, eltökélt és érdekelt abban, hogy a szociális szférában dolgozók is minél hamarabb fel tudjanak zárkózni egy európai életszínvonalhoz, egy európai bérhez, fizetéshez. Ezért támogatunk minden olyan munkavállalói és szakszervezeti törekvést, amely ennek cél elérésében segít, és minél hamarabb elhozza ezt az európai életszínvonalat.